Gyerekek és felnőttek egyaránt remekül szórakoztak az össznépi néptánc rendezvényen. A Magyar Táncház a Nagyatádi Művelődési Központ szervezésében valósult meg. A hangulatot a Fürjecske Néptánc Egyesület fiataljai alapozták meg, és bemutatójukkal a közönségnek is meghozták a kedvét a közös tánchoz, mulatsághoz. Mivel jelenleg a művelődési központ rekonstrukciója zajlik, a szervezőknek más helyet kellett találniuk a rendezvény számára. Lassan nincs a városban olyan önkormányzati intézmény, amelyet hosszabb, rövidebb időre ne használtunk volna kulturális célra is. Így van ez a jelenlegi helyszínnel, az Árpád Fejedelem Általános Iskolával is, ahova mindig nagy szeretettel jövünk, és amit ideglenes művelődési háznak rendeztünk be erre a programra is. Táncházat a korábbiakban is, többször alkalommal is szerveztünk, mindig nagyon sikeresek a táncházaink. A mairól különösen elmondható, nagyon jó a hangulata a tánctéren. Köszönhető ez a Fürjecske Néptánc Együttesnek, akik a bázisát jelentik a mai estének. A táncból a közönség is kivette a részét, hiszen két neves oktató, Mayer Károlyné, valamint Márton Sándor nem csupán a hangulatról, hanem a különféle tánctípusok lépéseinek megtanításáról is gondoskodott. Sokat gondolkodtam, hogy milyen tájegységből választak alapokat. Nem szerettem volna túl nehezet se, meg túl könnyűt se, mivel itt vannak olyan gyerekek, akik a művészeti alapiskolában tanulnak, akkor nálam az együttesből, ugye négy csoportból képviseltetik a gyerekek magukat, és úgy gondoltam, hogy erősen somogyi táncanyagra hagyatkozunk, és ebből merítkeztem. Mayer Károlyné elégedett volt a rendezvény fogadtatásával, hiszen sokan bekapcsolódtak a közös táncba. Akik a népzenét szeretik és a néptánc alapmozgásokat, az biztos, hogy itt vannak. Szóval a néptánc szeretete az mindenkor meglátszik minden rendezvényen. A táncház az egy nagyszerű esemény, hogy oldott légkörben, közösségekbe terelődve, barátokat szerezve, és mindenképpen egy oldott hangulatban gyakoroljanak a tánc anyag egy bizonyos részét, és a szabadon improvizálva eredeti népzenére táncolják. Én szerintem ez a hagyományőrzés legszebb módja. A Fürjecske néptáncosai mellett az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület is fellépett a hagyományőrző eseményen. Sárközi karikázó tánccal mutatkoztak be a közönségnek. A rendezvény vendégei voltak az Őszi Napfény Nyugdíjas Klub tagjai is, akik egy népdalcsukrot adtak elő. A népdalokat ismét táncprogram követte, ezúttal Márton Sándor vezényletével, aki Szatmár környék és moldvai táncokat tanította jelenlévőknek. A táncoktató egész fiatalon kedvelte meg a hagyományos lépéseket, koreográfiákat. Általános iskolás koromban megismerkedtem a néptánccal egy ilyen működő csoport kapcsán, aztán a középiskolába folytattam a táncolást a gimnázium éveimben, a gimnázium táncsoportban. 7 évet táncoltam hivatásosként is, Csíkszeredában a hajtaütésben, hajtaütésben, és utána jöttem a Magyarországra, és itt elvégeztem a táncoló főiskolát, és azóta itt 7 éve itt élek Magyarországon, és itt tevékenykedek Somogyban. Márton Sándor segesdi, csurgói, iharosberényi, vései és nagyatádi csoportokban is oktat néptáncot, általános és középiskolásokkal foglalkozik. Összesen 260 tanítványa van. Az oktató fontosnak tartja a néptánc a népi kultúra terjesztését a fiatalok körében is. Amelyik nép, hogy nem ismeri, nem tudja, az egy elveszett nép, mint ugye tudjuk. Ezért tartom fontosnak, hogy megismerjék a gyerekek, és hát ha legalább egy páran tovább csinálják ezt a jövőben, akkor már sikerélménye van az embernek, akkor már érdemes volt dolgozni érte. A távolterveim minél több gyereket bevonni, minél több embert megmozgatni, és hát szép tervek az, hogy legyenek nagyon nagy táncházak, zenekarral, mindennel úgy, ahogy kellene. Mindezzel vélhetően sokan egyetértenek. Az ide látogatók talán kissé kifáradva, de mindenképpen szép élményekkel távozhattak a rendezvényről.